A baloldali szivárvány koalíció már most lop a Mi Hazánk mozgalomtól. Nem elég, hogy a köpönyek forgatásból jeleskedő Jobbik választási kampányfogásként indított egy semmit nem érő petíciót a kötelező oltások ellen, ami ellen a Mi Hazánk mozgalom már hónapok óta folytat aláírásgyűjtést. Nem elég, hogy ezt a húzást már sokadjára alkalmazzák, hiszen ugyanígy szerették volna meglovagolni a kilakoltatási moratóriummal és az üzemanyagárakkal szembeni fellépést, amit már a Mi Hazánk mozgalom szintén hónapokkal azelőtt szorgalmazott, mielőtt a Jobbik elővette azt. Most nemes egyszerűséggel volt pofájuk azzal tetézni ezt, hogy bejelentették, állami fennhatóság alá kell helyezni a végrehajtást és megszüntetni a magánvállalkozás jellegét. Ezzel ellopva a Mi Hazánk mozgalom több éves reformprogramját. Az pedig végképp komikus, hogy nem más jelentette be ezt, mint Magyar György, akinek ügyvédi irodája több mint 500 millió forintot keresett a börtönbizniszen. Ő a balliberális oldal igazságügyi reformért felelős embere. Képzelhetjük, milyen igazságügyi reformot vezetne be az az ember, aki a börtönbizniszen húzott hasznot. Azon már meg sem lepődnék, ha a gyilkosok és rablók felmentéséből jeleskedő sztárügyvéd az egyik eljárás alá vont végrehajtót védeni idővel. De a szivárvány koalíciónál a pénzügyi területen devizakérdésben is van egy vállalhatatlan ember, ő pedig Király Júlia, aki felelős a devizahitel katasztrófáért. Nemhogy komolyan nem vehetőek, de egyenesen arcátlan és álságos, hogy ilyen embert választottak pénzügyi tanácsadójuknak, és még az OTP elnök vezérigazgatójával is találkozót szerveztek vele. Ez nem más, mint a magyar emberek szembeköpése, és tökéletesen mutatja mindazt, hogy Gyurcsány Ferenc vezeti a balliberális tömböt mind a mai napig. Az pedig mélységesen elszomorító, hogy messze nem az adósok értekeit veszik figyelembe, hanem választási kampányfogásként tekintenek erre a témára is. És be kell látni azt, hogy aki kicsiben lop, az nagyban is lopni fog. És nem csak tőlünk ötleteket, hanem az emberektől, mint ahogy tették ezt 2010 előtt is. A Mi Hazánk mozgalom megbuktatta a végrehajtó mafiát, felgöngyölítette az ügyet, és több éve kergetjük a végrehajtókat. Már több éve bejelentettük azt is, hogy a végrehajtásra, komoly reformokra van szükség, ennek keretén belül pedig a végrehajtást non-profittá kell tenni, ami azt jelenti, hogy újra állami kézbe kell helyezni a végrehajtókat, és fix bért kell kapniuk a közeljövőben. A továbbiakban ezért a végrehajtók ne az emberek sanyargatásából tegyenek szert több százmillió forintos éves bevételre, és hagyjanak fel végre az adóellenes magatartásukkal is ezúttal. Megállt kell parancsolni a magyar emberek népnyúzásának, amiből jelenleg a bankok után a végrehajtók nyerészkednek a legjobban. És ezt nem lehet másképp elérni, csak ha non-profittá tesszük a végrehajtást, ezért is kérjük, hogy írják alá a kezdeményezésünket. De a Mi Hazánk mozgalom itt nem áll meg. El fogjuk számoltatni az ügy érdekében a ügyben közreműködő közjegyzőket, követeléskezelő cégeket és a bankokat is. Mert az igazság akkor is igazság marad, ha később kerül felszínre, néhány disznófejű bankúr miatt, és mert Magyarország a magyaroké kell, hogy legyen a jövőben is.